Hát nem gondoltuk, hogy itt az udvaron történhet vele bármi is, de annyira nyomták a petárdát. Ennek a törökszent miklósi asszonynak a kutyája alig úszta meg élve a szilveszteri petárdázást. A robbanásoktól az eb annyira megriadt, hogy el akart menekülni, de a kovácsolt vas kerítésen fennakadt. A díszláncsa felsértette a bal lába körüli területet, komoly sérülést okozva. A szomszédunk szólt a tűzoltónak, mert próbált minket felhívni egy régi számon, de az már nem működik, és egyszer csak kinéztem az ablakba, és rám verték az ablakot, mert így nem gondoltam, hogy hát zúgott a kocsi, meg beszélgettek, nem szilveszterkor, nem gondoltam, hogy ez probléma. És ahogy kinéztem, mondom, jó Isten, itt van a tűzoltó előttünk. Először arra gondoltam, hogy kigyulladt a ház, vagy hogy lövöldözték a pedálát, és aztán a férjem meg rohant ki, hogy azt mondja, beszorult a kutya a kerítésbe. A tűzoltók a kerítés rácsának szétfeszítésével tudták kiszabadítani a kétségbe esett állatot. A kutya szőre és a vérnyomok napokkal a petárdázás miatti menekülés után is látszanak a kerítésen, illetve a kerítés oszlopon.